November 22-én a Platán nyugdíjas otthonban köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Vágó Józsefné Köteles Piroska nénit. A születésnap alkalmából átadták az ünnepeltnek az önkormányzat ajándékait és azt az emléklapot, amelyben Magyarország kormánya a magyar társadalom tiszteletét fejezi ki a szép kort megélt Vágó Józsefnének. Egy ilyen alkalom ünnep az egész otthon számára, még akkor is, ha az itt élők és itt dolgozók már előre tudják, hogy ki az ünnepelt, és mi fog történni a kis házi rendezvényen. Azt ezúttal is megállapítottuk, hogy az otthon lakói közül már sokan megélték a szép kort, 80-90 évesek, és talán arra gondolnak ilyenkor, hogy ad-e még a Jóisten nekem egy napot, egy évet, jönnek-e még újabb karácsonyok. Az ünnepség Kovács Máriának, az otthon munkatársának bevezetőjével kezdődött, majd a társak nevében Sík Sándor szép versével köszöntötték Piroska nénit. Szeretettök mindenkit, és külön a szeretettel köszöntök polgármester urat, és a lakók nevében, hogy gratuláljak már az odaválasztásához, illetve köszöntöm Kortainé Nórit, aki szintén a polgármesteri hivatal kötelékébe jött, és hát külön szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, hiszen azért jöttünk össze, hogy a mai napon Piroska nénit köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. Megkérem Mariant, hogy fáradjon ki, és ő egy kis verssel köszönti a jelenlévőket. Szerintem egy tapsot előre is már. Sík Sándor, a legszebb művészet. A legszebb művészet tudott mit. Derült szívvel megöregedni. Pihenni, hol tenni vádor. Szó nélkül tűrni, ha van ki vádor. Nem lenni bús, reménye vesztett, csendben viselni el a keresztet, irítség nélkül nézni végig, mások erős, tevékeny értit. Kezedre tenni ölbe, s hagyni, hogy gondod más viselje, ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőt, nem vagy olyan, mint az előtt. S járni amellett szép vidámon, Istentől rászabott igában. De ezt a békét honnan veszük? Onnan, ha ezt erősen hiszük, hogy teher, amit vinni kell, az égi holdra készít fel. E csak végső simítása rejtik, semmi más. Ez volt fel minden köteleket, ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szűnik meg tanítani, ezért kell sok harcot vívni idősen is, míg csendben a szív az Úrban megpihen, és kész az ő kezelből venni, hogy ő se sem vagy semmi. S ekkor lelked kegyelmes atya a legszebb munkát is megadja. Kezed imára kulcsolod, ez mindennél idikőbb dolog. Áldást kér szeretteidre, körülötted nagyra és kicsinre, s ha majd a munkát betelt, s a végső óra elközelgett, engedsz az égi szent hívást, enyém vagy, jöjj, el nem bocsátlak. Köszönjük szépen. Szeretnénk gratulálni a versenyhez, nagyon szép volt. És szeretnénk ismételten köszönteni mindenkit, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek önök között. És Vágó Józsefné Köteles Piroska nénit pedig külön köszöntöm, illetve a kedves családját. Jó egészséget kívánok, és kérem hallgassa meg azt a kis rövid méltatást, amit a 90. születésnapja alkalmából az önkormányzat készített, illetve majd szeretném átadni az önkormányzat ajándékait. Piroska néni 1929. október 21-én született Tiszafüreden. Hatan voltak testvérek, Piroska néni az első szülött.
Kezdetben a nagyszülőknél laktak, később költöztek saját otthonukba. Édesapja mezőgazdaságban dolgozott, míg édesanyja otthon nevelte a gyerekeket, ellátta a háztartást. Sajnos korán elhunyt, édesapja újra nősült. Tiroska néni hatosztályt végzett, igen fiatalon dolgoznia kellett. Vizet hordott, majd cserépként dolgozott. 20 éves volt, amikor férjhez ment, férjével Tiszafüreden telepettek le. Két gyermekük született, egy fiú és egy lány. Férje mezőgazdasággal és halászattal foglalkozott. Fiatalon megözvegyült. Élete folyamán szorgalmasan dolgozott, alkalmi munkával biztosította a család megélhetését. Gyermekei fiatalon elhunytak. Férje halála után egyedül élt. Amikor már segítségre szorult, kezdetben a házi gondozónő segítették, látogatták. 2005. augusztusában költözött az otthonba. A 6 testvérből jelenleg 3-an vannak. János testvérével mindig jó viszonya volt, aki a mai napig látogatja, segíti, támogatja. Most is jelen van, köszönhetjük ezen a szép napon, és mindannyian szeretnénk köszönteni Piroska nénit, akinek most már itt az otthonban lakók jelentik a tágabb értelemben családot, de szerintem mindenki nagy szeretettel fordult felé, és reméljük, hogy még sok-sok boldog évet fog így megélni közöttünk, úgyhogy még egyszer az önkormányzat nevében fogadja a jó kívánságainkat, Isten éltesse, jó egészséget önnek is és a családjának. És szeretném megnyújtani még ilyenkor Magyarország kormányának emléklapját, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr írt alá. Ez az emléklap hivatott kifejezni a szépkorú polgáraink iránti tiszteletet és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kíván önnek Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke jó egészséget és további boldog éveket. Úgyhogy ezt szeretném megnyújtani. A születésnapi köszöntő elmaradhatatlan része a torta, rajta a gyertyák és a tűzijáték, amely különleges hangulatot varázsolt a teremben. A jelenlévők a szokásos énekkel örvendeztették meg az ünnepeltet, boldog, boldog születésnapot, szólt a dal Piroska néni. Ez a nap más, mint a többi. Ezt te is jól tudod. Másként kelted reggel a nap, és másként jár a hol. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadd el, vidám kül dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Megint egy évvel öregedettél, bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeiteit, légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Tavasz után eljön a nyár, és ősz után a tél, de minden évben eljön a nap, amikor születtél. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Köteles Piroska néni testvére a nővére nevében is megköszönte az otthon vezetőjének, dolgozóinak, hogy türelemmel gondozzák az itt élő idős embereket, illetve Újvári Imrének és Tiszafüred város önkormányzatának, hogy megemlékeztek nővére születésnapjáról. Hát én a nővérem nevében szeretettel köszöntöm a nyugdíjas lakóit, otthon lakóit, és nagyon szépen megköszönjük azt az ellátást, amiben részesül a nővérem, az otthon vezetői
nővérei csodálatosan, ahogy ezekkel az elesett emberekkel, hogy foglalkoznak, és hát türelmesen gondolták őket. Meg szeretném köszönni a Tiszafüred város vezetőségének, polgármester úrnak a jó kívánságait, és az, hogy hát a város nem feledkezik meg az ilyen rászoruló embereknek, akiknek szüksége van ápolásra, kart nyújtanak nekik, és nem hagyják elveszni őket. Nagyon szépen megköszönjük a városnak ezt a nagyon nagy lelkű hozzáállását az emberek részéről. Az otthon részéről, főnök asszony, és a gárdája, a nővérek, meg minden, ahogy én itt többször megfordulok, mert havonta egyszer, ellátom azt, hogy hát milyen nagy csodálatosan dolgoznak, és hát ápolják utána az embereket. Én nekem ez a véleményem, és a tudomásomra jutott, tehát, hogy hát milyen nagyszerűen látják itt az embereket el. Nagyon szépen megköszönjük, hogy nővérem nevében is, hogy sajnos, hogy hát ide jutott, de én örülök neki, hogy hát egy ilyen helyre került. Nagyon szépen megköszönöm a mindenkinek, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen! A hatkoládétortát nem volt könnyű felszeletelni, de végül mindenkinek jutott egy-egy szelet Piroska néni születésnapi tortájából.